Tibi, ez a film inkább neked szól. Lenne egy pár kérdésem, kérem szépen, ezekkel a hibrid metronom hőlégmotrokkal kapcsolatban. Építettem 4 ilyen motrot, 2 azonost, 1 nagyot, és egyet, amelyik sörös dobozból van, amelyikre hajtok arra tettem. Amikor azt gondoltam, hogy kezdem érteni ezeknek a motroknak az elméleti működését, ahogy építgettem őket, rájöttem, hogy nagyon messze állok, kérem szépen. Eleinte úgy gondoltam, hogy hozzákonnyítok az elméletihez, most rájöttem, kérem szépen, hogy nagyon messze állok attól, hogy ténylegesen fel tudjam mérni a kapacitásukat, és arra, amire képesek. Például észleltem egy pár furcsaságot. Itt van 2 motor ugyanazonos hengerekkel és dugattyúval. Az első motornál betartottam azt a 46%-ot a kiszorított dugattyúnak az átmérőinek a membrán nagyságát. Látszik, ezt be is mutattam, kérem szépen, YouTube-on. A levegő dugattyúnak a hossza, tehát ez a slag 8 mm-es átmérőjű fúrattal 2 méter 5 centi. Építettem egy olyan motrot, de ebben az esetben már nem tartottam be ugyanazt az arányt, hanem körülbelül egy olyan 55-60%-a a membránnak a nagysága. Nagyon jól működik a motor, nagyon kemény lett, ellenben a levegő dugattyúnak a hossza, tehát a slagnak a hossza ugyancsak 8 mm, de felinél az előzőnél egy kicsivel nagyobb csak. És a motor közben olyan erős kezdett lenni, hogy kénytelen voltam egy ilyen kis csövet rátenni, mert a membrán szakította szét. Akkor építettem, kérem szépen, egy nagyobb motrot, ahol betartottam ugyanezeket a méreteket, azt a 46%-ot, a membrán átmérője legyen a kiszorítónak az átmérőjéből. Ebben az esetben már 12 mm-es lagot használtam, és az első indítás után a motor a membrán széttépte. Tehát akárhogy rövidítettem a kiszorító dugattyút, ütött le és fel. Akkor rátettem és rákényszerítettem, hogy a dugattyú, tehát a membrán dugattyúnak ne legyen egy akkora nagy le és fel mozgása, és akkor kesztyűből rátettem egy ilyen úgynevezett másodlagos membránt. Jegyzem, hogy itt 2 membrán van lufiból, elég vastag, mert az egyet azt mondom tépi szét, de lassacskán, kérem szépen, azt is, amivel limitálni akartam, kérem szépen a löketet, megtépázta. Tehát ő akaratom ellenére ugyanazt a löketet csinálja, mennyire ő akarja. Most ezeknek a slagoknak a hosszát én úgy csináltam, hogy így összetoptam, és amikor a leghosszabb méretből a motor elindult, akkor tettem egy egész slagot, és 10 mm-enként, mert a végén 5 mm-enként szépen ollóval vágtam le, és addig csináltam ezt, amíg láttam, hogy a motor körülbelül a legerősebb
és a legnagyobb hatásfokot adja ki. Na most visszatérve kérem szépen ehhez a hajtókaros kis motorhoz, amelyiket működésben megmutattam először. Lenne egy kérdésem. Véletlenül nem dolgoztál ki egy olyan matematikai képletet, amelyik tehát műhelyileg lehet használni, és hozzávetőleg ilyen arányokat, hogy tudnám meghatározni, hogy mekkora legyen a löket, a slagnak a hossza, mert ebben az esetben, amikor kordába akarom tartani, tehát a löketet egy adott a hajtókarnak a mozgásával, tehát maga, amit a forgatósház, illetve a főtengely megad, azt igen-igen nem szereti az ilyenfajta motor. Kínlottam vele vagy 3 napig, amíg aztán játszottam úgy a dugattyúnak az átmérői, a membránnak az átmérőivel, tehát az effektív dugattyúnak az átmérőivel, amit a membrán működtet, a slagnak a hosszával, a hőmérséklettel, meg a lökettel, amíg eltaláltam aztat, hogy a motor könnyen induljon és működjön. Na most ennél a motornál sincsenek betartva az arányok, mert ez egy sörös doboz, és körülbelül egy a 80%-a a membránnak az átmérője a kiszorító dugattyúnak az átmérőitől viszonyítva. Elég rövid, kérem szépen, a slag látszik is, ebben az esetben a fúra 10 mm a slagba. Most ezt a motort mielőtt felszereltem volna forgattyús házzal, megpróbáltam, fejjel lefelé is működik, tehát lehetséges, lehet használni, úgyhogy a napmeleget egy koncentrátorral tudjam működtetni. Féloldalt nem működik, mert nagy a súrlódás a dugattyúnak. Abból a szempontból nagy igazad volt, hogy minél hosszabb a motor, tehát minél hosszabb a kiszorító dugattyú, annál nagyobb hőt kell neki adni. Hát mondjuk, hogy nem az a nagy a hő, de azért elége, kérem szépen, kell várjak egy olyan 3-4 percet, amíg jól átmelegedik a kiszorítónak az alsó része, hogy a motor tökéletesen induljon és működjön. Amit észrevettem, hogy minél nagyobb az átmérő és kisebb a dugattyúnak a kisebb a hozba a kiszorító henger, annál hatékonyabbak a motorok, annál keményebbek. Ez lenne, kérem szépen, azt, amit szeretnék tudni. És nem az utolsó sorba, hadd köszönjem meg neked, Simonfi Tibor és Kovács Attilának azt az új perspektívát, amit adtatok a hőlég motoroknak az előállításába és a gyártásába. Nagyon érdekes ez az elmélet, habár mondom, eleinte azt gondoltam, hogy értem, de most kezdek rájönni, kérem szépen, hogy nagyon messze állok tőle, nagyon érdekesen működik, nagyon furcsa nekem ez a levegődugattyú, amit észleltem, hogy nem annyira erősek, kérem szépen, mint a szabad dugattyús motorok egyes pillanatokban, de vannak olykor, kérem szépen, olyan-olyan dolgok, ahol mintha előnyösebbek vagy keményebbek. Most a lineáris generátornak az előállítása nekem ez nem magas, hanem kuk. Az elektronikában, kérem szépen, én velencei bokor vagyok. Úgy, ahogy én előállítottam, kérem szépen, ahogy láttam, és ahogy értelmeztem, nem igen adják le azt, amit kéne,
Ha éppenséggel rövidre zárom, akkor se tudja a motort lefogni, tehát kéne, kérem szépen, egy komolyabb lineáris generátor, amelyik ténylegesen munkára tegye. Az, hogy elvisz nekem, kérem szépen, mit tudom én, 20-30 leddet, vagy 2-3 lámpacskát, az még semmi amellett, hogy mire képesek ezek a motorok. Főleg ez a nagy motor. Még lenne egy kérdésem, Tibi. Dugattyúval komolyan gyárilag megcsinálva egy ilyen motorot, tehát üzemileg érdemes se neki vágni? Lehetséges? Ez csak egy véleménykérdés. Előre is köszönöm a választ, és még egyszer köszönjük szépen az új perspektívát. A viszont hallásra, a viszont látásra. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek.